Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, akik elfogadták meghívásunkat a Szadai Népi Együttes 40 és a Cibere Tánc Együttes 5 éves jubileumi estére. A műsor megnyitására és köszöntésére szeretném felkérni Vécsei László országgyűlési képviselőt. Szép délutánt, jó estét kívánok mindenkinek ezen a szép kerek jubileumi alkalmon. Hát egy jó erős emberöltő van itt a Szadai Népi Együttes mögött, erős emberöltő, és micsoda évtizedek. Ha belegondolunk, a világháború utáni, hát fogalmazunk egyszerűen, nagyon nyomott, végkör és lepusztult világ után egy hirtelen 56-os kísérlet arra, hogy forradalmi úton a magyar nemzet kivívja, visszaszerezze a szabadságát, majd utána ismét az elnyomás. És mindez azért a 60-as évekre erőteljesen rányomta a bélyegét, és aztán következték a 70-es évek, ez már az alakulás időszak, és nem véletlen, hiszen ebben az időszakban indult a táncházmozgalom, indultak a különféle klubszerveződések, ifjúsági klubok, 60-as évek vége, 70-es évek eleje, ez már az a világ, amikor a fiatalok egy kicsit elszakadtak ettől a öregekhez tartozó szomorú világtól, és igyekeztek kitörni ebből a rossz légkörből. Szóval a 70-es években hát újra kezdtük felfedezni a népi kultúrát, kezdtük felfedezni a nemzeti értékeinket, és ebben a sorban, az országban nem maradt ki szava sem. Ezért jöttünk össze, hogy ma 40 évvel ezelőtt megalakult a népi együttesünk. Nagyon nehéz lenne, és valószínűleg igazságtalan is lenne valamiféle felsorolásba kezdeni, hiszen óhatatlanul kimaradna valaki, vagy kimaradnának valakik. Ebben a 40 évben Szadának szinte minden generációja valamilyen formában közvetlenül vagy közvetve részt vett ebben a munkában, vagy mondjuk inkább úgy ebben a kölcsönös örömszerzésben. Egyfelől maguknak, az együttes tagjai, másfelől pedig a község lakosságának szereztek örömet minden egyes alkalommal, amikor a helyi ünnep, nemzeti ünnep, vagy éppen a saját maguk által megrendezett esemény kapcsán láthatók, hallhatók voltak. Tényleg felsorolni is nehéz lenne azokat a ma már nagyon idős, vagy esetleg olyan tagokat, akik nincsenek is velünk. Nagyon nehéz lenne mindenkit név szerint megidézni. Nekem mindig Erzsi néni jut eszembe a népi együttesről azzal a nagyon sajátos, utánozhatatlan, nagyon egyedi, nagyon erős és tiszta hangjával, de nyilván mindenkinek más-más személyes élménye és kötődése is van a népi együttessel. Ez a 40 év Szada minden generációja, akik valahogyan részt vettek ebben a mozgalomban, részt vettek ebben az együttesben, segítették a munkáját. Ez azt hiszem, hogy összekötötte az egész községet, és még inkább azokat, akik részt vettek a népi együttesnek a munkájában. Nagyon örülök neki, hogy a kerek 40 éves évfordulóra egy szép kiadvánnyal sikerül a népi együttes múltjáról megemlékezni, és annak még inkább örülök, azt hiszem, hogy mindannyian örülünk, akik itt együtt vagyunk, hogy folytatódik ez a hagyomány, terebélyesedik a hagyomány, ahogyan az időseket, akik kifáradnak és már inkább lelkileg és a lelki erővel segítik az együttes munkáját. Váltják a fiatalok, jön az új nemzedék, jönnek az új generációk, legkisebbtől a középkorúakig, és ez így szép. Ez olyan, mint az élet. Ez a nagy körforgás, amit a népi együttesünknek a története szinte leír. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, köszönöm szépen a mai esemény minden szervezőjének, mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a szép, kerek évforduló, emlékezetes módon megünneplődhessék, és mindenkinek, aki eljött, jó szórakozást, jó emlékezést, és az elkövetkező időkre pedig különösen a fiataloknak lelkesedést kívánok. Köszönöm szépen a figyelmüket. Műsorunk két fél időből áll. Az első részben az újabb nemzedéket láthatjuk színpadon, a második fél időben pedig a múlt idézésé lesz a főszerep.
Időstől fiatalig, az asszonykórus alakuló tagjaitól, a volt iskolás táncos lábú legényeken át az énekes pacsirtákig mindenki megmutatja, mit is tanult annak idején. Az együttes alapja az 1975-ben alakult asszonykórus volt, amit Ciberéné Szitó Mária vezetett. Az énekes asszonyok mellett gyerekeket is toborzott, akiket zenélni és táncolni taníttatott. Virágzott az együttesi élet egészen a 2000-es évek elejéig, amikor is Macika néni súlyos betegség érte. Innentől kezdve jó pár éves szünet következett, az együttes vezető nélkül maradt. Mindenki Macika nénie 2009-ben távozott el végleg köreinkből. Az egyéves gyásznak 2010-ben vetett véget egy testvértelepülési találkozóra való felkészülés. 5 évvel ezelőtt ezen fellépés kedvéért állt össze újra néhány régi és új táncos kedvű pár, amelyből az évek során stabil csapat alakult ki. Mára már duplájára növekedett a kezdeti létszám, a csoport oszlopos tagjai között olyan arcokat is láthatunk, akik már gyerekkoruk óta benne vannak a szadai hagyományőrzésben. A tánccsoport szeretett Macika nénink emlékére 2 évvel ezelőtt felvette a Cibere nevet. Ezzel szeretnének tisztelegni azelőtt a fontos személy előtt, aki ennek a közösségnek a lelke és hajtó ereje volt. Az együttes az elmúlt 5 év alatt a helyi tánchagyományok mellett a Kárpát-medence különböző pontjáról tanult újabb és újabb táncokat, a délnyugati Somogyországtól az északkeleti Szatmáron át egészen Erdély szívéig, a Nyárád mentéig. Helyi rendezvények mellett sok környező településen és külföldön is megfordultak már, öregbítve ezzel Szada hírnevét. Most következzen tehát az 5. évfordulóját ünneplő Cibere táncegyüttes összeállítása. Első műsorszámként székelyföldi forgatóst láthatunk az erdélyi Maros megyében Bekecsalján fekvő Nyárád-Magyaros község táncaiból. Az előadás jártatóssal kezdődik, amit forgatós, verbunk, majd szöktetős követ. A táncot koreografálta és betanította Taba Csaba és Fejér Erika, a népművészet ifjú mesterei, néptáncpedagógus, néptánckoreográfus házaspár. Thank you.
és az előző szám alkotói Taba Csaba és Fehér Erika következnek. A dunamenti Sárköz vidékéről, Csaba szülőföldjéről mutatnak be verbunkot, lassú és friss csárdást. Ismét visszatérünk Maros megyébe, de most egy román ritka legényest, a kemény telki Ponturit tekinthetik meg. A táncot koreografálta és betanította Szakmári Ferenc.
következőkben citera muzsikát hallhatunk Magyarország keleti feléből, Szatmárból. Volt táncosunk Szabó Fruzsina előadásában.
A szatmári hangszeres muzsika után szatmári táncok következnek, melyben a férfiak botolót és verbunkot mutatnak be, amit páros táncként lassú és friss csárdás követ. Koreográfus Szakmári Ferenc. Thank you.
táncos forgata közepette pihenésképpen soproni muzsikát hallhatunk a Teendő család repertoárjából, a Fix Team zenekar előadásában. Thank you.
Látott szatmári botolóban a férfiak mutatták meg, hogy milyen ügyesek eszköztánc terén. Most egy-egy borosüveg segítségével a lányok adják annak bizonyítékát, hogy virtusban bizony ők sem maradnak el a legényektől. Somogyi táncok következnek benne lánytánccal, karikázóval és üveges tánccal, majd ugrós és friss csárdás következik. A műsorszám azt is bemutatja, hogy a tánc közbeni jókedv nem nélkülözi a humort sem. A táncokat Antal Édua és Horváth Viktor állította össze, a produkció után 15 perc szünet következik. Bye.
Thank you.